ilyenkor hazaérni így napvilág, de most előadásod volt, nem fura ez, hogy még süt a nap és már így lejárt a munkanapod? Ez az az időszak, amikor így hazajövök nyugodtan, eszünk a családdal, és akkor el szoktunk vonulni, a gyerekek pihennek, tanulnak, én pedig bemegyek a szobámba és sziesztázok, főleg, hogyha este próba van vagy előadás, akkor muszáj egy-két órát elvonuljak. Ha nem is alszom, de úgy el vagyok, olvasgatok, szundikálok, ismételgetem a szövegemet, ez attól függ, hogy milyen előadás van. Muszáj rápihenjek, mert hanem nem el vagyok fáradva, és nem minden esetben tudok koncentrált lenni. Általában olvasni szoktam, avval tudok a legjobban kikapcsolódni. Vagy persze az itthoni teendők, ez a tetyek-vetyek motyogatók. Nem tudtam nem észrevenni ezt a Karádi portrét itt a pulton. Honnan kaptad, honnan származik? Az egy nagyon kedves meglepetés volt bemutató után, Gyulán volt a bemutató július 5-én. Békés Csabán élő székelyudvarhelyi bábszínésznő, Sose Műke hozta nekem ajándékba, és annak az a története, hogy a nagymamájának a szomszédja adta neki ajándékba, és ez egy eredeti 40-es évek elejéről származó képeslap, és Emő eltette, és most eszébe jutott, és elhozta nekem ajándékba, de annyira jól esett. Hogyan jött az ötlet, hogy színésznő legyél, vagy mikor döntötted el, mikor született egyáltalán meg az ötlet? Gyerekkoromban volt egy barátnőm, akivel sokat énekeltünk, meg szerepeltünk saját magunknak, és mindig azt képzeltük, hogy énekesnők vagyunk, az abbának vagyunk a két énekesnője, de mind a ketten a barna nők voltunk. Mi Szovátán történt, ott nőttem fel. A szüleim orvosok, és oda helyezték őket Szovátára. Különben Vásárhelyen születtem, de a testvérem még élt Vásárhelyen, de engem már egyből Szovátára vittek a szülészetről. És hát mondom, hogy úgy közben ez így kialakult, meg aztán iskoláskoromban jártam szavalóversenyre. Nem emlékszem pontosan, hogy hol, de volt egy szavalóverseny, aminek a zsűriébe benne volt Iés Kinga. Ugye ő annak idején emblematikus színésznő volt itt Erdélyben, és utána összeismerkedtünk, utána még találkoztunk vagy két szavalóversenyen, és mind mondta, hogy hát nem akarsz színire felvételizni, de hát akkor még csak ilyen 8-9-es lehettem. Már lehet, nem tudom. Hát ti mit gondoltok, nekem van kedvem ehhez? Szerintetek van kedvem nekem most ehhez? Hát de nem kérdeztek meg engem, hogy én ezt akarom-e? Hát egyszerűen kiírták a próbatáblára, hogy barta, boró, füst, be kell jönni, meg kell csinálni. Hát nem szoktak engem megkérdezni, hogy én melyik szerepet akarom eljátszani. Dehogy kérdeznek, egyszerűen kiírják. Fogalmam se volt, hogy mivel jár ez a szakma, hogy... Hát el sem tudtam képzelni, mi az, hogy próba, vagy hogy készül fel egy színész az előadásokra, vagy hogy jut el a színész odáig, vagy az egész társulat, vagy hogy születik meg egy előadás. Én ezeket mind nem tudtam, hanem ott szembesültem az egyetemen ezekkel a dolgokkal. Emlékszem a most már idősebb színészekre, akkor még fiatalok voltak. Nagyon szép, mert emlékszem, hogy a temesváriak jöttek valamilyen előadással, nem emlékszem pontosan mi volt, és szünetben fényképeket árultak a színészekkel, amit meg lehetett venni, és meg lehetett várni a színészeket, és akkor ők dedikálták ezeket a fotókat. És én emlékszem, hogy vettem egy Nagy István fotót, és megvártam Nagy Istvánt, és akkor kaptam tőle egy aláírást, aztán később már, mikor kollégák voltunk, nem, akkor mondtam, hogy képzeld el, hogy én annak idején kaptam tőled autogramot, így elkacagtuk. A szüleim mindig elvittek magukkal, és olyan viccesek voltak, most visszagondolva, akkor nagyon élveztem ezek az előadások a Szovátai Kultúrházban, hogy tényleg minimális díszlettel, borzasztó körülmények között, de azért jöttek, és emlékszem, hogy Fédrát játszottak, ezek így megmaradtak. Volt valami más opció esetleg, vagy volt más elképzelés? Hát gondolkoztam, hogy zenetanár legyek, de mivel... ugye nem volt zeneiskola Szovátán, ahhoz, hogy tovább tanuljam, vagy képezzem magam, ahhoz be kellett volna menni Vásárhelyre a művészetibe, és hát ugye szüleim nem rajongtak, hogy most ötödiktől az ember oda járjon. Jártam a Pionírházba fuliázni, blokkflőtén játszom. Úgyhogy, de az is nagyon sokat... És használtad azóta ezt a képességet? Hogyne, megtanultam kottát olvasni, az nagyon-nagyon sokat segített az egyetemen.
meg később énekeltem egy... Igen, énekeltem egy kórusba. 9. koromba kerültem be a Kántémisz leánykórusba, a Vártemplom leánykórusába Vásárhelyen, és az is úgy történt, hogy a pattársam mondta, hogy van ma felvételi, mert ő azelőtt művészetibe járt, mondta, hogy van ma felvételi a kórusba, tudsz-e énekelni, nem megyünk el? Na, mondtam, gyere, menjünk el, és még arra is emlékszem, hogy én írtozatosan falcsul énekeltem, annyira izgultam, és a karmester, Birtalan József így hallgatta, és azt mondja, nincsen rossz hangod, de olyan mellette vagy, fiam. Mondta, hogy jó van, maradjál, járjál ide énekelni, és majd néha-néha meghallgatlak. És levizsgáztatott az öreg, tehát, hogy nem lehetett csak úgy odaállni, énekelni össze-vissza akármit. Lenne most valami olyan más szakma, amit szívesen kipróbálnál? Nem. De úgy néha most így elgondolkodom, hogy mivel folyamatosan tanulnom kell, memorizálnom, és nap mint nap tanulok, hogy végül is elmehettem volna orvosnak is. Szerintem megbírtam volna, és tudtam volna azt is csinálni. Most nekünk van egy ajánlatunk, úgyhogy kérlek. Jó, és ezt akkor most... Jaj, azt hittem le van ragasztva. Na. Ó, pincérkedni kell? Vendégfogadó a KMK Bistróban. És a Figura Studio Színháznak vagyok a színésznője, és van egy ilyen színészházon kívül akció, és én azt a feladatot kaptam, hogy ma délután itt felszolgáljak, meg fogadjam a vendégeket. Oh,